Kis Raymond vagyok, az a Riser tetoválója. Jelenleg 4 éve foglalkozok tetoválással. A Vakom tábláit sok tetováló és grafikus használja, sok segítséget nyújthat ez a tervezésnél, vagy a stencil elkészítésénél is. A terv elkészítésénél az Intuos Pro Paper Edition-t használtam, ez nagyon sokban segítette a munkámat, hiszen a legapróbb vonalakat is meg tudtam rajzolni vele, és teljesen ki tudtam dolgozni a grafikát. Igen, Fokmátrai Pál vagyok, az Ingeni Tattoo-ból Debrecenből. Körülbelül olyan 10 éve tetoválok, és az utóbbi 2 évben használom körülbelül Vekomot. Az ötlet magamnál jött, hogy az egyik barátom inspirált korábban, Simon István barátom. És mikor vendégtetoválóként utazgattam, mindig problémát jelentett, hogy valami otthon maradt. Hogy épp egy filc kellett volna, vagy egy másfajta vonalzó, bármiféle eszköz, és jött a gondolat, hogy akkor digitálisan megoldható minden egybe. A Vekom Companion 2-es választottam pont azért, amit az előbb említettem, hogy sokat utaztam, illetve utazok manapság is. Ennek nagy előnye, hogy nem kell rákötni semmilyen egyéb eszközre. Tehát nincs arra szükségem, hogy vigyek plusz laptopot, plusz eszközt magammal. Ezért egy nagyon kompatibilis, tehát bárhol tudom használni. Varga Kinga vagyok a Fátumból, és a tetoválás tervezésében nagy segítségét nyújtanak a Vakom táblái. Sziasztok! Bakony Jörzsnek hívnak, 26 éves vagyok, 2,5 éve kezdtem el a tetoválással foglalkozni. Jelenleg a Tribuna Body Artban dolgozom, minden tetoválásom elkészítéséhez a Vakom tábláit hívom segítségül, ezzel nagyon egyszerű megterveznem minden munkámat. A mai munkám egy elég nagy projekt lesz, egy teljes hasfalat fogok elkészíteni, gyakorlatilag ezt a mintát a Vakom szintig tábla nélkül elég nehézkesen tudtam volna megoldani. Segítségével, fotóreferenciából és saját kezi rajzzal összetudtam ollózni egy olyan tervet, ami mind a vendégemnek, mind számomra is megfelel, és reméljük a tetoválás is király lesz.